Mondjuk szerencsére itt is az utasok nem nagyon sérültek meg, hál' Istennek, hanem a mozdonyvezető. Sajnos. Egy 28 kocsiból álló több mint 2000 tonnás tehervonat eddig ismeretlen okból nem állt meg a Sápi vasútállomáson és a második vágányon várakozó személyvonatnak ütközött. A szerencsétlenség következtében 7 megsérültek, 3 vasutas és 4 utas. A személyvonat vezetőjét súlyos életveszélyes állapotban szállították kórházba. Hát nem vagyok szakértő és nem is nagyon szívesen nyilatkozok e felől, mert úgy gondolom, hogy dolgozó embereket sajnos érhet baleset, és olyasmit próbáltak emlegetni, hogy valószínű a Püspöklodány felől közlekedő tehervonat mozdonyvezetője elaludt, és a pirosjelzés is nem vette figyelembe, és sajnos úgy gurult be a vasútállomásra 60 km-es sebesség körülbelül, amely az álom mozdonynak neki csapódott, és ebből fakadóan történt ez a súlyos baleset. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a baleset a kora reggeli órákban történt, a személyvonaton csak 5 utas tartózkodott. 7 óra körül jóval többen szállnak vonatra Sápon, hiszen sokan óvodába, iskolába, a munkahelyükre is vonattal utaznak. A településen természetesen gyorsan híre ment az utóbbi évek legsúlyosabb magyarországi vasúti balesetének. Rosszul érintett, de hát mindenkinek megvan írva a sorsa. Ezzel nem tudunk mit csinálni, de szerintem most is biztonságosabb a vasút, mint a közút, úgyhogy én inkább vasúttal utazok, mint közúttal. A hangos bemondó többször elismételte a tehervonat állj meg felszólítást. Onnantól, hogy a forgalom irányító észlelte, hogy a tehervonat engedély nélkül behaladt az állomásra, az ütközésig kevesebb, mint 1 perc telt el. A biztosító berendezés az előzetes vizsgálatok alapján jól működött. Jól működő megálljállású bejárati jelző mellett haladt el a tehervonat, és így ütközött neki a személyszállító vonatnak. A baleset okát egyelőre mind a rendőrhatóság, mind a vasútbiztonsági szervezet vizsgálja. A sérült vonatokat napokkal később Daru segítségével tudták leemelni és a pályát szabaddá tenni. Információink szerint a mozdonyvezető már túl van az életveszélyen, de továbbra is kórházi ápolást igényel az állapota.